Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Bármerre járok, járunk az országban, ugye elég sokan megismernek. Mikor látom az emberek arcán neki a felismerés tényét, és elindul felém, vagy elindulnak felém, soha nem tudom, hogy mi lesz a kérdés, és mivel kapcsolatban. Ugye egyrészt lehet ezzel a YouTube csatornával kapcsolatban különböző kérdések személyemmel kapcsolatban, aztán van egy másik fajta világ, ahol én az ismertségemnek egyik másik részét szereztem, az pedig egy televíziós sorozat, az Éjjel-nappal Budapest, amiben ugye nagyon sokan tudják, hogy elég hosszú ideig szerepeltem. Na most azzal kapcsolatban is kapok kérdéseket, valaki egyikről tud, valaki a másikról tud, valaki mindkettőről tud. A YouTube-on végzett tevékenységemről itt, aki nézi a videókat, az pontosan képbe van, úgy ítél meg, ahogy ő gondolja. Viszont az Éjjel-nappal Budapestről nagyon sokan nem, ezt onnan tudom, hogy mindig rengeteg kérdést kapok, aminek olyan is, ami tényleg egy várható, elvárható kérdés, kérés, meg olyan is, ami iszonyatos nagy hülyeség. Most ezt szeretném egy picit így összefoglalni és rendbe tenni. Néhány olyan kulisszatitkot elárulni, ami ezzel a sorozattal kapcsolatos. Mielőtt tovább mennék, azt azért szeretném elmondani, hogy ha valaki azt várja tőlem, hogy most nagy szaftos sztorikat fog megtudni, meg nagy fikázásba kezdek a sorozattal kapcsolatban, akkor az most hagyja abba a videót, mivel ezt el is mondtam már egy korábbi megjelenésbe itt YouTube-on, hogy nem fogok fikázni semből, ahonnan én egyszer ettem, tehát nem szarok ahonnan ettem, és nem fogok dolgot elmondani, ami ezt a sorozatot bármilyen szinten is olyan negatív értelembe tüntetné fel, amit az emberek úgy gondolom, hogy azonnal kihasználnának és csáncsolnának rajta. Olyan dolgot fogok mondani, ami pontosan velem történt meg, velem kapcsolatos, meg egy-két olyan dolgot, ami, ha valaki utána néz, nyilvános teljesen. Különböző kérdéseket fogok így feltenni, amit szoktam én kapni, és ugye megpróbálok arra válaszolni. Az első kérdés az szokott lenni általában, hogy kerültem én ebbe a sorozatba. Ugye rengetegen írogattatok nekem, hogy hát őt is megkeresték. Borzalmas mennyiségű embert megkeresnek egy adott szereppel kapcsolatban, egy fix körlevelet írnak ki, és ugye arra vagy válaszol valaki, vagy nem. Na most, ha válaszol valaki, akkor behívják egy castingra, és egy adott szerepre akár több száz embert is végigcastingolnak, és ez megy előre, és eljutsz odáig, hogy arra a szerepre talán alkalmasnak találnak, és akkor rengeteg közös casting van a szereplőkkel, az aktív szereplőkkel, és ott dől el, hogy te képes vagy erre a sorozatban való részvételre, vagy nem. Tehát ez, amikor valaki kap egy ilyen levelet, és engem is hívtak, és én azért nem vállaltam el, mert ezért, pedig én is meg tudtam volna csinálni, hát legyen így, de nem van egyszerű mutatvány, majd erről is fogok beszélni. Tehát így kerültem be ebbe a sorozatba. Miért vállaltam el? Ez a következő kérdés. Na most, ugye ennek a sorozatnak a színvonaláról ugye van egy vélemény, elég negatív vélemény egyrészt, és nagyon sokan szeretik másrészt. Én annak idején, mikor ez a sorozat ugye képernyőre került, egy napilapból tudtam meg, beleolvasgattam, meg érdekelt, ugye Joe-ról volt szó, a főszereplőről, egyik főszereplőről, és az körülbelül, hogy miről fog szólni ez a történet. Az ember egy picit olvasottabb, tájékozottabb, tudja, hogy mi az, hogy reality, vagy fél reality. Ugye a reality az, amikor teljesen szövegkönyv, forgatókönyv, minden nélkül, ugye körülbelül egy történet alapján megy a dolog, és rengeteget improvizálnak, sőt, szinte csak improvizálnak a szereplők. A fél reality az, amikor megvan írva a sztori, és improvizációra épül az egész történet. Na most a Éjjel-nappal Budapest az egy fél reality, majd ezt is el fogom mondani, hogy ez hogy működik. Tehát ennyit tudtam a sorozatról, az kész. Első egy-két része belenéztem, mondtam, hogy ez nem az én világom, és körülbelül ennyivel letelt a mutatvány. Ugye elteltek évek, mikor ment a sorozat, és kaptam megkeresést, először elutasítottam, hogy köszönöm, de nem érdekel. Aztán, mikor ez sokadszorra megtörtént, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy azért lehet, hogy ezzel lehetne egy kis pénzt keresni. Meg mellette, és ha akár hisztek, akár nem, fontosabb volt, ugye az egóm feltámadt, ami amúgy se kicsi, és nem azért, mert valami iszonyatos nagy népszerűségre vágytam, az is benne volt, nem tagadom, hanem arra voltam kíváncsi, hogy én egyáltalán egy ilyen dolgot meg tudok-e csinálni. Mert sejtettem, hogy nem egyszerű dolog. Na aztán ugye az előbb említett folyamatok során ugye bekerültem, és rájöttem, hogy kurvára nem egyszerű az egész. Körülbelül ezért ezek iratokért vállaltam el. Az, hogy ez a sorozat most mennyire társadalmilag elfogadott, nem elfogadott, és hogy milyen példát mutat, erről már beszéltem. Szerintem se a legjobb példa a fiatalok számára, viszont
amikor én ezt elvállaltam, és belenézegettem a sorozatba, hogy legalább tudjam, hogy akkor mi történik, hogyha oda kerülök, legalább képbe legyek, hogy ki kicsoda, micsoda. Én nem gondoltam, hogy van olyan ember Magyarországon, aki elhiszi azt, hogy ez a valóság. Nem hittem el, de aztán el kellett jönnöm, hogy de igen, sőt, marha sokan elhiszik, különböző kérések, levelek alapján, amiket kaptam, és akkor rádöbbentem arra, hogy sajnos valóban nagyon-nagyon erős a hatása, de arra is rádöbbentem, sajnos, hogy az országnak egy jelentős része teljesen hülye. Sok mások miatt is, de aki ezt elhiszi, hogy ez egy valóság, ott tényleg komoly bajok vannak, de hát nem sokan elhiszik. Akkoriban, amikor én bekerültem, ez a sorozat a legnézettebb sorozat volt, sőt, talán így legnézettebb televíziós adás volt a magyar médiában. Rengeteg felmérést mutogattak nekünk is, mi is néztük. Esténként körülbelül a népességnek kb. 15-20%-a nézegette, ami kurva sok, rengeteg, viszontosan nézték. Na most azóta ez ugye jelentősen visszaesett, ugye átkerült az RTL 2-re a sorozat, és nyilván nem véletlenül került át, de hát ez már nem az én dolgom, mert nem az én döntésem. Ami még fontos kérdés szokott lenni, például, hogy mennyit kerestem. Na most nem fogok összegeket mondani, de nem kell millióba gondolkodni. Utána lehet nézni különben, rengeteg helyen megírták, leírták. Tolik határt fogok nektek mondani, ha ti elmentek napi statiszta szerepet mondjuk így sikerül elnyernetek, mert az se egy egyszerű módot, mert oda is kasztizmolni kell. Tehát azért, hogy te bemennyi a sorozatba, és mondjuk annyi szerepet, vagy bemész az ajtón, beköszönsz, mondasz két mondatot is eltűnsz, tehát ennyi volt az éjjel-nappal budapestes karriered, ezért is castingolni kell, mert ez sem mindegy. Én láttam nagyon nagy buktákat ebbe is a sorozat során, mikor valaki azt gondolta, hogy ezt a két mondatot el tudja mondani. Nem a két mondat elmondásában van baj, hanem az, hogy hiteltelen az egész, nem hihető, hogy elmondja, látszik, hogy bemagolta a szöveget. Mennyit kerestem, tehát toligot mondok, hogy ha napi szinten mi statisztának, ahogy előbb mondtam, olyan 15 és 30 ezer forint között fizetnek per nap, de mondom, ez is nyilvános dolog, nem titok. A főszereplők, mivel én is abban a státuszban voltam, maradjunk annyiban, hogy valahol 0 és 1 millió forint majdnem számtani közepe környékén keresnek havonta. Na most nyilván ez egy nagyon sok pénz. Viszont ahhoz képest, amit a médiában keresnek, hasonló ismertségű emberek, ez kutya fasza, tehát ez semmi. És mellette olyan szinten korlátoznak a bizonyos szerződésekkel, ami most már rám nem érvényes, ugye évekkel ezelőtt kiléptem a sorozatból, és ugye ezért is csinálhatom ezt a videót, hogy akár az összes megjelenéselet mindenféle közösségi platformon beszabályozzák, hogy velem is történt, mit írhatsz, mit mondhatsz. Akkor például, hogyha a sorozatban akkor próbálkoztam volna ezzel a YouTube csatornával, azt nem csinálhattam volna meg. Hogy miért? Aztán az a legjobb válasz, hogy el kell hitetni a közönséggel, hogy én nem Laci vagyok, hanem Miki. Na most én ezt nem hittem, hogy valaki megeszi, de hát kurva sokan megették. Rengetegen megették, és hát ez megint az ország állapotáról egy képet. Na most körülbelül ennyi összeget kerestem, ami attól függetlenül, hogy tényleg nem kevés, azért budapesti viszonylatban nem egy horror összeg, és ahhoz képest, hogy kihasználták az embernek az idejét, ahhoz képest sem. Volt olyan forgatási nap, hogy én délelőtt 10 órakor kezdtem, és éjjel 2-kor végeztem. Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy jelenetnek a rögzítése az körülbelül hát egy óra. Többször fölveszik, és abból kiválasztják a legjobbat, utána annyi szüneted van, hogy mondjuk pisálsz egyet, átöltözöl, és jön a következő. Tehát nem egy here, havai, napfényes nyaralásnak felel meg, hanem elég kemény feszül. Hogy zajlik a forgatás? Ugye, amikor azt szokták mondani, hogy kutya fasza, én is meg tudnám csinálni. Hát kíváncsi vagyok, barátom, mikor kapsz egy ilyen másfél oldalas A4-es papírt, és le van írva benne az adott jelenet, mondok egy példát, Miki találkozik az utcán Joe-val, köszönnek egymásnak, és elkezdenek beszélni arról, hogy milyen jó volt együtt annak idején motorozni, majd Joe megmondja, hogy ő már nem motorozik, Miki pedig megmondja, hogy igenis, gyere motorozni, vettem egy új fasza motor, gyere nézd meg, ennyi van leírva. Na most ezt úgy kell megtölteni szöveggel neked, ami nincs leírva, mondom, nincsen leírva, hogy ez hihető legyen az egész sztori. Egy beszélgetésnek kell kialakulni, és hoznod kell azt a karaktert, amire téged kitaláltak. Most az én karakterem az nem volt egy egyszerű mutatvány, ugye egy nagyon-nagyon gonosz, nagyon-nagyon szélsőséges, egy iszonyatos, erős, kemény macsót kellett hoznom, ugye a sorozatnak a fő macsója a Joe, és az én karakterem aznak még fölé kellett menni, ami nem volt egy egyszerű mutatvány. Most ebben a stílusban meg kell csinálni egy jelentet úgy, hogy te nem vagy színész, azért tegyük tisztába. A rendező nem azt nézi, hogy te milyen mondatokat mondasz, dadogsz, makogsz, nem lényeg,
hanem hogy a jelenetről, hogyha kívülről nézed, elhidd el, hogy az igaz. És innentől kezdve ez kurva nehéz. Tehát nem egy ilyen mesélős, sztorizós dolognak kell lenni, hanem a véres valóságnak kell látszódnia. Tehát egy kívülálló nézi, az körülbelül elhiggye, hogy ez a jelenet valós. És ha az elhiszi, akkor jó a jelenet. Tehát nagy részt improvizációra épül az egész, ami elég erős agymunkát igényel, főleg olyan jelenetekbe, mikor azt nem is érzed magadénak, tehát azt az adott feladatot te más oldalán meg, de a forgatókönyvben ez van leírva. Tehát körülbelül ennyi ez a dolog, tehát ennyire nem egyszerű dolog. Hogy ez mennyire nehéz, hát kurvára nehéz. Nagyon-nagyon fárasztó. Volt, hogy jöttem haza nap végén, és egyszerűen azt tudtam, merre megyek, annyira elfáradtam. Vannak jelentek, hogy nyilván könnyebben, felveszem valamiket nehezebben. Következő kérdés. Milyen viszonyban vagyok Joe-val? Hát amikor úgy azt írják, hogy Joe, akkor ülök, de általában azt szokott lenni, hogy Cho-val, Cse-vel, mint a koreai nemzet sportolója lenne. Hát nagyon jó viszonyom. Soha nem haragudtunk egymásra. Az, hogy a sorozatban milyenek voltunk egymáshoz, az egy más dolog, de egy nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk. Ugye rá is mondanak sok mindent, rám is mondanak. Én egy rossz szót nem tudok rá szólni. Mindenkinek vannak hibái, még nekem is, de olyan hibát, amit én azt mondom, hogy alapvetően a hozzávaló viszonyomat bármilyen módon befolyásolta volna, én nem találtam. Nagyon sokat forgattunk együtt, jártunk külön hatnizni is, tényleg nagyon sokat is beszélgettünk, most már nyilván kevesebbet beszélünk, hogy eltávolodtam én a sorozatból, de bármikor felhívjuk egymást, nagyon normálisan nem be tudunk beszélni. És akkor közelítünk a vége fele, ugye rengetegszer megkapom azt, hogy miért írtak ki a sorozatból, miért jöttem el a sorozatból, mert addig volt érdekes, amíg én is benne voltam, hát ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, de azért biztos nem teljesen igaz, viszont tudom, hogy ez a negatív karakter, meg az a fajta kakaskodás, ami köztünk volt a Joe-val, biztos rengeteg embert lekötött. Az én szerepem, aki nem nézte volna a sorozatot, leginkább a Dallasnak a jockeyához lehet hasonlítani, talán így, akik tágabb értelembe tévészek, tudják, miről van szó, csak sokkal még annál is szemetebb és annál is agresszívabb, erőszakosabb kiadásban. Hát miért írtak ki? Tehát nem kiírtak a sorozatból, ezt tudni kell, hogy ennek a sorozatnak van egy eredeti, Németországba megy, Berlin Nachtuntag a címe, ez is nyilvános dolog, nincs benne semmi titok, és ott ugyanezekkel a szereplőkkel, nyilván más néven, hasonló a sztori, mint itt Magyarországon. Tehát azt a fajta forgatókönyvet követi a magyar ugye változat, ugye igazítva a magyar viszonyokhoz. És ott, amikor belépett ez a karakter, ami én voltam, a Miki, nyilván Németországban más néven, akkor kerültem én be ebbe a sorozatba, ugye teljesen véletlenül lesz ez külön történet, nem fogok beszélni, mert órákat tudnék beszélni arról, hogy más, teljesen más szerepre castingoltattak, és akkor látták, hogy alkalmas lennék erre a domináns szerepre, ami nem volt egyszerű mutatvány, mondom, így Joe fölé menni egy csomószor. És így kerültem be. Na most ennek a karakternek, mint minden karakternek, megvan írva az ideje. Körülbelül ekkor fog kilépni, és nyilván, hogy alakul a sztori, hozzátesznek a magyar forgatókönyvírók ezt, azt, amazt, és nyilván lehet hosszabb ideig, lehet rövidebb ideig, de általában hosszabb ideig, főleg, hogyha a szereplőt nagyon-nagyon megkedvelik a nézők, akkor benn szokott maradni még tovább. Nekem megmondták, hogy ez durván egy év, mivel annyira szélsőséges a karakterem, és olyan szélsőséges módon fogok a végén a saját elvileg sorozatbeli lányommal is viszony, olyan lesz a viszonyom, nem, most nem olyan viszonyról van szó, hanem apa-lánya viszony, hogy még ő is haragudni fog rám, és mindenképpen el kell mennem a sorozatból, ahogy alakult is az egész. Innentől egyértelmű, hogy nehéz lett volna visszaírni, mert, illetve folytatni a történetet velem, mert nagyon-nagyon egy olyan irányba ment volna el, ami egy nagyon-nagyon szélsőséges és agresszív lett volna. Tehát nem kiírtak, hanem ez így volt a sorozatban előre megtervezve, és nem azért kerültem ki, mert ahogy írogatták, néhányan kibasztak a sorozatból, mert annyira szar voltam. Hát ha annyira szar voltam, akkor nem hitték volna el ezt a szélsőséges karaktert. Én tonna számra kaptam a leveleket, hogy engem mennyire utálnak, gyűlölnek ezért a fajta visélkedésért. Aztán utána, ugye amikor rájöttek, hogy ez csak egy szerep, akkor jöttek az elnézéskérő levelek. Tehát így kerültem ki a sorozatból. Miért nem megyek vissza? Hát ugyanaz, mint előbb, hogy ezt nem én döntöm el, hogy visszamegyek, vagy nem megyek vissza, amelyre kanyarodik a forgatókönyv, úgy kerülnek esetleg vissza szereplők. Általában a főszereplők ritkán kerülnek vissza, ha vissza is kerülnek, akkor rövidebb időre csak, mert a történet úgy lett megírva, hogy ők már nagyon legyenek benn, van, aki visszakerül. Ennek vannak különböző belső okai is, amiről nem szeretnék beszélni, mert mondtam, hogy olyan dolgot nem fog kiteregetni, ami számomra talán nem biztos, hogy annyira pozitív, de soha nem kerestek meg ezzel, hogy nekem vissza kéne menni.
az egy dolog, hogy most én visszamennék, vagy nem mennék, ez egy másik történet, de mióta ezt a YouTube csatornát nyomom, nem is hiszem, hogy erre valaha lehetőségem lesz, ugyanis innentől kezdve nehezen hiszi el bárki, hogy Cibók László hirtelen Miki lett újra. Tehát nehéz ezt azért így összerakni, de nem is bánom. Én úgy gondolom, hogy az életnek ezt a részét is kipróbáltam, és azt is úgy gondolom, hogy talán meg is feleltem benne. Sikerült ezt a szélsőséges karaktert úgy hoznom, hogy az megfelelő volt, és nagyon sokan elhitték, hogy az. Hogy bánom-e, hogy bekerültem ebbe a sorozatba? Nagyon sok mindent megváltoztatott az életembe, és nem mind pozitív dolog volt, sok konfliktusom is volt belőle. Általában hozzám közel álló emberekkel, nem fizikai konfliktusra beszélek, hanem különböző más dolgokra, ami a személyiségemnek esetleges változására vonatkozott. Amikor az ember, tudjátok, így bekerül egy olyan helyre, hogy egyik nap azt se tudják, hogy ő kicsoda, csak egy szép nagy darab izmos gyerek, aztán utána az utcán arra nincs időt, hogy mit tudom, elnézi jobbra vagy balra, és annyian megismernek, és oda jönnek hozzád, és tényleg csupán szeretetből, és azért, mert szeretnének egy közös képet, egyszerűen szétdarabolják az egész napodat. Ezt nem olyan egyszerű elviselni, sőt az embernek azt a fajta népszerűséget se egyszerű elviselni, ami ezzel jár, ami először hizelgő, de ahogy múlik az idő, bizonyos szinten teher. Tehát meg tudom érteni, és nem hasonlítom magam semmilyen ismert sztáremberhez, mert messze nem vagyok az, de el tudom, most már meg tudom azt érteni, hogy miért van az, hogy elbújtosnak ide-oda, amoda, napszemüveg, baseball sapka, stb. Egy idő után teher az, hogy te nem tudsz például egy McDonald's-on megenni úgy egy hamburgert, hogy ne azt nézzék, hogy ezt a hamburgert is, hogy befotózzanak. Így után mondom, ez sok. De nem bántam meg, összességében az egészet. Mondom, egy jó tanulási folyamat volt ez is. És ugye valahol ezt tette le azt a fajta ismertségemnek az alapkövét, amivel később ugye a YouTube-ba tudtam egy picit segítségül hívni, vagy elinduláshoz segített. Volt benne pozitív, volt benne negatív, de mindenképpen az emberek, akik nézegették a sorozatot, előbb-utóbb a fejükhöz csaptak, mint már ezt a csávót onnan ismerem, és ugye jöttek a különböző reakciók, hogy te nem is vagy annyira szélsőséges, barom, agresszív kretén, mint ami a sorozatban voltál, és azért az jó esik az embernek. Hát ennyit körülbelül az ilyen nap a Budapestnek a kulisszatitkairól, és mondtam, hogy sokan biztos csalódtak, hogy el fogok mesélni mindenféle sztorit, de mint mondtam, ahonnan ettem, oda nem fogok szarni. Maga az össz visszagondolásom az egy pozitív előjelű, tehát nem van benne negatív. Nagyon elfáradtam, mikor forgattam. Nagyon sok mindennek kellett foglalkoznom, mellett én a többi dolgaimat is csináltam tovább, tehát nem leálltam és csak azzal törődtem, hanem több mindennel foglalkoztam, de lett belőle, ami lett. Nagyon azt viszont sajnálom, hogy a sorozatnak a népszerűsége így megy lefele. És nem azért, mert a társadalomra való hatása ilyen-olyan-amolyan, ugye ezt beszéltem én is, hogy nem biztos, hogy a legjobb, ha valaki ezt komolyan veszi. Viszont ha úgy fogja fel, hogy egy olyan napi sorozat, amin ki tudok kapcsolni, és jókat rögök bizonyos dolgokon, és próbálom a karaktereket így elhelyezgetni az ismeretség körömbe, akkor viszont nagyon jó szórakozás. Hát, akit érdekel a sorozat, nyugodtan nézze. Én akkor se néztem, amikor én szerepeltem benne, akkor néztem egy-két részt, arra voltam kíváncsi, hogy így visszanézve milyen az egész, de se előtte, se utána nem néztem. Néha, amikor szoktam nyomogatni a távirányítót, ugye pont akkor megy az adott csatornán a sorozat, és akkor nézem, hogy szinte már senkit nem ismerek ezek közül, a szereplők közül, akik akkor még nem voltak benne, és most ugye ők viszik a fonalat, ugye maradt Joe, Lali, talán még a Gabi van benne, és a lányok közül egy-kettő, a többiek mind eltűntek, úgyhogy nem is nem igazán tudom mit kezdeni a sorozattal. Ugye sokan azt mondják, hogy nem olyan jó, és hogy menjek vissza. Hát, nem egyszerű dolog. A sorozat szerint itt élek Kanadában, majd egyszer lehet, hogy repülőre szállok, és visszamegyek egy kicsit ott az albérlet körül rendet vágni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!